A mai videóban meg fogjuk nézni, hogy hogyan kell kitölteni egy fizetési számlát helyesen. Nézzük is akkor a feladatot. Az alábbi termékeket készpénzért vásárolja meg az üzlettől a vegyi Kft. Tehát ez az üzletünk, amiben vagyunk. Vegyi Kft. 5849 Nyíregyháza, Ár utca 8. Adószám. Mi itt látható? Vevő, Vásárló József, 5849 Nyíregyháza, áru 14. Áru megnevezése, ugye Pepsi Cola 1,5 liter 12 darab 400 forintos, 450 forintos fogyasztói egységgel a 27%-os áfakúcsban. Milka Oreo, 300 g, 10 darab 380 forint 27%-os áfakúcsban. Fehér kenyér, 1 kg 8 darab, 360 forint, 18%-os Akkor kezdjük is az egyszerűbb dolgokkal, amiben nem kell számolni. Nézzük is akkor meg. Tehát akkor írjuk. Szépen sorjába, ugye a számlaki kibocsátó neve címe, ugye Vegyi KFT 5849, Nyíregyháza, Árút 8, hiszen tőle veszi vásárló József. Tehát akkor Vegyi KFT 5849, Nyíregyháza, Áru utca 8. Adószáma, ugye azt is csak bemásoljuk. Ki is töltöttük ezt a részt. A vevő neve és címe az itt látható. Tehát vásárló József. 5, 8, 4, 9. nyír egy háza. Ár utca 14. Amit ugye itt olvashatunk. Tehát ez a számla kibocsájtó neve, amit itt láthatunk. A vevő neve és színe meg ide. termék vagy szolgáltatás besorolási száma megnevezése. Ugye csak ezt kell megint bemásolni szépen sorban. Következő, 1, 2, 1, 3, Milka, Oreo, 300 g, egy, kettő, egy, öt. Fehér kenyér. Egy kilogrammos. Tehát szépen sorrendben be is másoltuk ide. Mennyiségi egység. Ugye darab, darab, darab. Mennyisége. Ugye sorrendre 12-10-8. 12-10-8. Egységára álfával neve, tehát fogyasztói egységár 4-53-83-60. Értéke, amely álfa, értéke, amely álfa. Tehát el kell dönteni, melyik mi, melyik oldal lesz. Tehát itt legyen akkor a 27 százalék, itt meg legyen a 18 százalék. Mert ugye a kettő volt, 27-es, meg 18-es. Tehát az értéke az majd egyszerűbb lesz. De még ide alulra be kell írni ugye a két értéknek a százalékát. Nos, és ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy számolgatunk egy kicsit. Nézzük is akkor meg. Tehát az 5%-os áfát, hogyha 5%-os lenne az áfa, akkor azt úgy kell kiszámolni ide alulra, hogy 5 per 105 szor 100. 5 per 105, bocsánat, 5 per 105, és ezt beszorzom 100-zal, az 4,76. 4,76. Hogyha 18 százalékos, mint ebben az esetben már van 18 százalékos, 18 per 118 szor 100. Tehát 18 per 118, és ezt beszorzom 100-zal, akkor 15,25. 15,25. Hogyha 27 százalékos, akkor azt úgy kell, hogy 27 per 127 szor 100. Szerintem nem bonyolult, hiszen majdnem mindegyiket ugyanúgy kell. Tehát 27 per 127, és ezt beszorozom 100-zal, 21,25. Helyett ugye 26, mert ugye itt a 9-es, tehát főfele kerültünk. Tehát 21,26. Na már tudjuk, hogy mit kell akkor beírni ide. Ugye kiszámoltuk a 27%-ot, az 21,26. Tehát 21,26%. Tehát az már meg is van. Következő, 18%. Ugye 18 osztva 118, a szor 100. Az 15,25. Tehát akkor beírjuk ide, hogy 15,25. Meg is van ez a két adat, most jön a könnyebb számolás. Ugye ezt ki is emelem, hogy ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ennél ez a nehézség csak. Mert ha valaki sokat gyakorolja, akkor már nem olyan nehéz, hiszen tök egyszerű és magától értetődő. Számolgassunk akkor. Ugye kell tudnunk, hogy mi 27% itt, tehát ez az első kettő, tehát az első kettőt ide fogjuk beírni. Tehát ezt ki is húzom, nehogy megtévesszem minket, nehogy rossz helyre írjuk, ezt érdemes. 27%-kal. Alapból tartalmazza a fogyasztói egységet, tehát nincs más dolgunk, mint egy egyszerű szorzás, tehát 12 darabon van 450 forintos álfával növelt egységáron. Tehát 12 ször 450. Az 5400. Tehát 5400. A következő. 10 darabon van 380 forintos áfával egy egységáron. Tehát 10szer 380 az 3800. 3800. Következő, az utolsó adatunk már nem 27%-os, hanem 18%-os. Tehát ezt kihúzom. És 8 x 360, hiszen 8 darabom van, 360 forintos áfával növelt egységáron. áron. Tehát 8 x 360, az 2880. Az 2880, tehát ki van számolva. Itt akkor összesíteni kell a kettőt, tehát mindkét táblázatban lévőt. Itt tudjuk, hogy 2880 lesz, hiszen egyéb adat nincs. Ezt a kettőt összeadjuk és beírjuk, ugye alul van. Tehát 5400 plusz 3800 az 9200. Tehát ide beírjuk, hogy 9200. Most a számla fizetendő végösszege, összeadom ezt a kettőt. Tehát 9200 plusz 2880. Az 1280 De amivel pénzfizetési számla, ezért Ezért ugye 5 forintos kerekítés, itt most jelenleg pont kerek, de hogyha mit tudom én, 12.081 jött volna ki, akkor 80-ra kellett volna kerekíteni. Tehát mindig figyeljünk, hogy a készpénzvizetés is számlánál 1-2 forint, illetve 3 forint nem lehet, meg 4 forint se. Tehát itt a vége. Ne végződjön 4-re vagy 3-ra, akkor a kerekítés szabályainak megfelelően, kerekítsünk. De itt most nem kell pont. Tehát 12 80. Itt ugye érdemes kiírni, hogy azaz az. 12zer kötőjel. Nyolc van. Valamikor ki szokták írni, de az utolsóba szövegbe, de nem kötelező, elég ez is. Úgyhogy így kizézzük, ami üresen maradt szépen. Ugye, itt már csak annyi a dolgunk, hogy egy aláírás. Ezt a feladat határozza meg, valamikor a saját nevünk valamikor meg lehet ugye kitalált név, én most egy kitalált nevet fogok ide aláírni, de egyébként itt kell aláírnunk. Fizetős. Fizetős János például. Na és akkor így kell kinéznie egy készpénz fizetési számlának. Ugye itt alul a számolásokat, ugye ide ebbe a Két kis ö, helyre írjuk be, ugye ez a nehezebb része egyébként, amiket ugye itt látunk. Tehát ez a kettő, Tehát ez a 15,25 és 21,26, de hát azt ért, így kell kiszámolni. Hogy 5% esetén 5 osztva 105-tel, szóhozva 100 az 4,76. 18% esetén 18 osztva 118-al, és beszorozzuk 100 al és akkor kijön, hogy 15,25. 27%-os áfa esetén ugye 27 osztva 127 tel és ezt beszorozom 100 al és kijön, hogy 21,26. Úgyhogy így néz ki egy készpénz fizetési számla, helyesen kitöltve. Úgyhogy szerintem végeztem is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!